Katapult DJ blogot csekkoljátok. Még ezt mondjam? Ja. Kockázatok és mellékhatások, tekintet, olvass el, beteg, te rohagy meg, csinálj, amit akarsz. Yeah. Shorty, I know what you need. I got everything you need. I promise I ain't gonna hold out neither. I'm gonna give it all to you, baby. Swear to God. Bossy. Én vagyok a kezdet, én vagyok a vég. 5-ös, idei védelmi pénzt befizetted, nem félsz? Azt mondod, hogy én nem szeretek vezetni Pesten, közben én csak a tömegközlekedést szeretem, és ezzel is a környezetet óvom, hogy én nagyon kevés CO2-t bocsájtok a levegőbe. Tehát én szeretek tömegközlekedni, szeretek metrózni, és ezért nagyon sokat fizetni Értelek. Főleg ilyen, de ezek az orosz metrók, ezek jók azért, én nem akarom nyugodni. Én is szeretem. Az oroszokat szeretem. Figyelj csak, idei védelmi pénzzel hogy állsz? Ha? Itt van a zsebembe. Tényleg? Szép. Akkor nincs. Én egyébként meg kigondoltam, hogy 500-asokba hozom. Ja, tényleg? Hát úgy lett volna stílusos. Van benne kazetta? Megy a felvétel? Kovi, mondjad akkor, Kovi. Első kérdés. Szopasd a kedvéért mutatnám, hogy ez az a bizonyos Budapest-Moszkvai metró, ami a 60-as évek óta üzemel itt Budapesten. Most lehet, hogy majdnem lecserélték, de számunkra ez a metró. Szóval nézzétek, mert ez történelem. És a bikinis lányokat hallgatom. Ugye? Ó, hello. Csúnyát vagyok. Nem jó? Nem. Inkább ígyunk vodkát, vagy valamit. Hol lehet itt kapni vodkát? Majd keresünk. Andró azt állítja, hogy úgy lehet egymás után 4-5 bulit megcsinálni, hogy nem iszol. Szerinted? Ez menne neked? Persze. Hogyne? Hogyne? Ezt őszintén mondta? Szerintem őszintén. Jó, kemény mi, ugye? Jó, és akkor még egy liner kellene oda bele. Ez. Sziasztok, Andró vagyok, várlak benneteket a Gold Clubban. A Gold Clubban? A Gold Club, ez az. Várom őket, hát most voltam itt. Hát még el sem mentem. Jó. De már közel voltam hozzá. Kötözködj. Na. Tájékozódási pontként a Mahasznál nem azt mondták, hogy mi a házszám, hanem hogy egy tehén van az udvarban. Nézzük meg. És tényleg? Gyerekek! Tehát szegény tehén! Bizonyos klubokban idősebb közönség van, akik már évek óta ismernek engem. Az itt látható fiatalok, illetve... Bocsánat, csak csörög a telefonom. Jamaica. Na, várjál csak. Köszönöm. Nagyon sok fiatal találkozom. Sziasztok, DJ Bárány Attila vagyok. Hallgassátok a Katapult DJ-t! Na mi van? Hoztam be CD-ket, remélem, hogy Jesszi nem jön ide, hogy elkobozza őket. Azt mondod? Ahogy van nálunk kártya. Nem mondod. Elhoztad a Mahasz kártyát. Elhoztam a Mahasz kártyákat, baszka, nem lehet tudni. Facebookon reggel kiírtam, hogy jövünk föl Budapestre a Mahaszba, és az éves jogdíjunkat szeretnénk befizetni, és sokan úgy mondták, hogy a védelmi pénz. Igazából, Andor, nem tudom, védelmi pénzt hoztál? Van nálam pár 500-as. Ugye? Ja, tényleg. Az azzal lett kifizetve a hétvégén. És Jeszenszki Zsolt. Ugye nem gond, hogy mi általában 500 forintosokba kapjuk a fizetésünket. Hát... Azt hiszem, hogy ide pont be is fog fönni. Ugye? Minden oké? Minden oké! Beszélj valamit! Jól vagy a kapodat! Sziasztok! DJ Metzger Viktória vagyok, a 2007-es év playmate-je. Nézzétek a... Jobozoki VS Lipóci. Ennyi. Idei védelmi pénzünk hogy alakul? Őket nézzem, vagy téged? Hát nyugodtan beszélj vele csak.
Ez, én elkezdtünk beszélgetni, én megdöbbentem ezzel, hogy ez a védelmi pénzszöveg, ez még így megy. Tehát azt gondoltam, hogy a médiában azért ugye mi is meg szoktunk szólalni, és hát amikor viszonylag értelmesen feltételező, hogy a hallgatóság, vagy az olvasó közönségnek is azért a fejében van valami fajta erre alkalmas szürke állomány, hogy ezt felfújják, hogy megértik, hogy ez nem egy védelmi pénz, hanem ugye van egy törvény, amelyik azt írja, hogy a hangfelvétel előállítónak az kizárólagos joga, hogy engedélyt adjon arra, hogy az ő zenéjét, amit ő létrehozott, azt többszörözzék, másolatot készítsenek. Hogyha erről a másolatról, vagy ezt a másolatot valaki felhasználja, pénzt keres vele pláne, akkor nyilvánvaló, hogy fizetnie kell érte a jogtulajdonos számára. Ezt ugye a jogtulajdonos a közös jogkezelő szervezeten keresztül adja meg ezt az engedélyt. Most egy lehetőség egyébként igazából pontosan arra, hogy a zenefelhasználók legálisan tudjanak zenéket használni. A kocsmába, a diszkóba, a zenegépbe, a rádióba, a szoláriumba, bárhol. Hogyha valaki felhasználja a zenét, akkor fizetnie kell érte. Én azt gondolnám, hogy ez tök természetes, mert ha kifliteszem, akkor is fizetek érte, és bármit szeretnék, fizetnem kell érte. Tehát van, akinek ez nem egyértelmű. Ennyit a védelmi pénzről, jó? Mellettem pedig Andró. Rágó, várjál. Adok egy ilyet, mit szólsz hozzá? Köszönöm szépen! Jó lesz? Hagyjad, elrakom, jó van, old meg! Idén mi szeretnénk belépni a DJ szövetségbe, és szeretnénk befizetni az éves, nem védelmi, a jogdíjunkat, és hogy... A tagdíjat is. Hogy van a kifli? Ez úgy néz ki, hogy ugye az éves jogdíj az 90 ezer forintú száfa a ma használ, ez bruttó 112.500. Itt van a tagi nyilatkozat, amit most akkor ki fogtok tölteni. Ennek a kifizetése az nyilván fél percet vesz igénybe. Hát azért Csabánál lehet, hogy ez egy kis terjed. Igen, hogy ez hogy is alakul. Igen. Emellett egy fotót fogtok majd e-mailben átküldeni, így kaptok egy ilyen igazolványt, ez a tavaly, és ez már kicsit kopott, de nekem is. Neked is van? Igen. Ez az igazolvány jelző, tavok vagytok a DJ szövetségben, a hátulján pedig van 4 hely a matricáknak, ide már csak egy lesz, mert ugye egy matrica van egész évre. Innentől kezdve ugye a tagdíj az 24.000 forint per év, az új belépőknek van egy 6.000 forintos egyszeri belépő. Metál! És innentől kezdve az éves jogdíj az csak 70.000 bruttóan ma használ, hogyha valaki tag és vállalja, hogy majd az év folyamán ugye adatot szolgáltat, vagyis leírja, playlistet ad le, ha másért nem, ezért megéri belépni. Egy teljes üveg rég úzza maradt pénzem. Micsoda? Kérlek szépen, egy füldugó. De milyen típus? Mikroszonik. Vata? Nem használok olyan. Pedig ez a biztos. Igen. Ezt használt te is? Nem, én süket vagyok. Hát ennyi dudálás után. Szokásos. Jó. Erre, bal kéz. Hi, Hanvai PG vagyok, nézzétek a Bozóki VS Lipósi Bogot. Ez nem volt meg. Jó, akkor... Ez az, amit sosem mondtak ki. Hogy az embernek tudnia kell abba hagyni a mindent egyébként, de azt a fajta...
életvitelt. Szelebúrdi életvitelt is, amit egy diszkos tökérthető módon végez. Egyszer azt kell mondani, hogy vannak fontos dolgok az életben, és akkor, de hát ez még messze van, sok mindenki. Jó, ne is beszélj. Jó. Le kell szoknod a vodkáról egyszer, át kell térni ásványvízre. Bele vagy tűnődve ebbe a Pestbe. Belezúgtam ebbe a Pestbe. Ugye? Most már védelmet élvezel, megértelek én téged. Persze, a védelmi pénz leadva, a maffia most már nem támadhat be. Én Palpatine császárt szolgálom az erős sötét oldalán. Ugye? Ennyi. Megértelek. Piros a kardom. Csekkoljátok le a weblapunkat www.katapultdj.hu. A kiváló fiatalembert akarja valamit. Hála, neked mik közöttek hozzá?